A Masó Teniszcentrum Egyesület 2017 évvégén azzal a céllal vette át a teniszklub üzemeltetését, hogy Nyíregyháza a hazai teniszvilágában is kivívja az országos hírnevet. Az átvétel óta folyamatosan azon dolgozik az Egyesület, hogy a megye székhely teniszkedvelői méltó környezetben sportolhassanak. 2019-ben nyáron két jeles eseményre is sor kerül a megye székhelyen, jelentették be a Városházán tartott sajtótájékoztatón. Július 27-e és 29-e között rendezik a Somlay Sándor emlékversenyt a Ford Vagép támogatásával, amely a legnagyobb özdíjazású vidéki női és férfi felnőtt versenyidén Magyarországon. Somlay Sándor alapító tulajdonosa volt annak a Malsó Kft-nek, mely a Malsó Teniszcentrum Sportegyesület fő támogatója és üzemeltetője. A férfi és a női felnőtt verseny özdíjazása 450 ezer forint, felújított pályák és lelátók várják majd a játékosokat és a nézőket. Már tavaly a vidékbajnoksághoz is készültek dolgok, most viszont egy ennél is nagyobb ívű fejlesztés történt. 300-as nézőtér van, LED lámpák, pályák felújítva, és sok minden más, tehát ha ki kimegy majd oda, látja, hogy egyre szépül ez a teniszcentrum, és ez is kell ahhoz, hiszen nem mindegy a megjelenés, tévéközvetítés is lesz, tehát az sem mindegy, hogy a Nyíregyházi teniszcentrumot hogy látják azok, akik csak tévén keresztül nézik, úgyhogy emögött rengeteg munka van, sok pénzt igényel, és egy komoly összefogást, ami el is indult, és ez erősíti ezt a folyamatot. Augusztus 5-e és 18-a között rendezik Nyíregyházán a korosztályos országos bajnokságot, melyre több mint 350 indulót várnak, akik közel 1000 mérkőzésen fogják összemérni tenisztudásukat. Vannak, akik néhány hete még a világ legnagyobb tornáin indultak. Nagyon bízom benne, hogy a 18 éves kategóriában olyan játékosok is pályára lépnek, akik pár hete Roland Garroson, illetve Wimbledonban szerepeltek. Így a fiúk közül Mag Péter, aki egyébként a 18-as ranglistát vezeti, illetve a lányok közül pedig Nagy Adrien, illetve Tóth Amarissa, akik mind a ketten Wimbledonban az elmúlt hetekben azért szép eredményeket értek el. A kéthetes versenyen minden korosztály képviseli magát az ország valamennyi részéről, és csapatbajnokságot is tartanak. Az OB a legrangosabb korosztályos rendezvény Magyarországon, melyre csak a legjobbak kerülhetnek be. Az eseményen nyíregyházi teniszezőknek is szurkolhatunk, és többen esélyesek arra is, hogy dobogón végezzenek.